Sziasztok! Ebben a videóban egy egyszerű, de nagyon hasznos szerkezetet fogunk csinálni. Igen, teljesen üres a világ, ezt itt fogom most élőben, idézőjelben élőben összerakni. Ugyanis olyan kis egyszerű. Viszont biztos vagyok benne, hogy nagyon hasznosnak fogjátok találni. Ugyanis rendszeresen kapok olyan kérdéseket, hogy hogyan lehet egyszerre több mobot megidézni. A válasz mindig ugyanaz, sehogy. Tehát egy command blockba egy parancs fér, mármint tehát ugye egy parancsal az a kérdés természetesen. És akkor egy command blockba nem lehet több parancsot, a summonnak meg nem lehet megadni mennyiséget, úgyhogy ennyi. Úgyhogy több summon parancsra van szükség tulajdonképpen. Most azzal kezdem, hogy adok magamnak command blockot. Azt is szokták kérdezni, hogy hogyan lehet így. Szóval, és akkor szükségem volt rá, hogy több mobot megidézzek, és akkor így elgondolkodtam rá, hogy esetleg valami megoldás. És akkor beugrott az, hogy vannak ezek a monsterek, nem tudom, hogy kell hívni ezeket a blokkokat. Ugye, amiket, hogyha kiüt a játékos, akkor ott lesz egy ilyen silverfish. És akkor mi lenne, hogyha fill parancsa leraknánk egy rakás ilyet, aztán kiütnénk, és akkor a silverfish idézné meg. Aztán kicsit tovább gondoltam a dolgot, erre nincs is szükség. Akármilyen blokkot lerakunk, és utána kiütünk, akkor a tárgy entitással is megidézhetjük. Tehát én izével fogom csinálni, izével, jó mi? Üsttel fogom csinálni. Mert az nem stackelődik. Tehát a fill parancsal lerakunk egy rakás üstöt, aztán egy másik fill parancsal kiütjük, de úgy, hogy destroy taggel, tehát ott lesz a tárgy, azzal lefuttatjuk a summont, illetve azokkal, mert több lesz, és aztán elpusztítjuk a tárgyakat, kész. Egyszerűen leidéztünk több mobot, négy parancsal, jól emlékszem, négybe fog kerülni. Ugye kell az egyik fill, utána a másik fill, utána az idézés, és utána pedig elpusztítan tárgyakat? Igen. Jó. Akkor mondjuk jó lenne látni, hogy hol fogom kijelölni. Színezzük át a padlót először. Mondjuk innentől ideig. Mi legyen? Legyen mondjuk kő. Így. Tehát ezekre fogom lerakni az üstöket. Először mondjuk itt én gyártsunk le ennyit, ezt az egy sort. És akkor hogy is van Cauldron? Ott is van. Másolom, ott vannak az üllők. Eddig jó. Beillesszük az elsőbe. A következő az ugyanezt, csak levegőt rakjon. Ugyebár. Nullát, és fontos, hogy destroy. Ugyanis, hogy ott maradjon a tárgy. Ha bármi más írok, akkor nem fog kiesni. Milyen tegek vannak? Mindegy. Ugye van a replace. Na most hirtelen ez ugrik be, de azt hiszem három van. Jó. Utána jön az, hogy lefuttatom a tárgyakkal. Az idézést. Ez az execute parancs, hogy valamilyen entitással lefuttatok valamit. Beírtam a szelektorba, hogy az a style legyen. Ott, ahol van, idézzem meg zombit ott helyben. Most megnyitok egy TXT-t, nekem így pár kód félre van rakva, javaslom nektek is, hogy használtok ilyet, gyakrabban használt hasznos dolgokról. Lehet, hogy egyszer csinálok róla a tutoriált. Az egyik egy ilyen enchantó gyémánt kard, hogyha kellenek mobok a pályán és kísérletezek, akkor ez nagyon jól jön, hogy együttés is meghal. Százas sharpness van rajta. Tehát zombi, az egyszerűség kedvéért, de hát nem fogom ezeket egyesével ütni. Mindegy, az egyszerűség kedvéért bekapcsolom a no AI-t, hogy ne menjenek el. Igen. Szóval nem fogom ezeket egyesével ütni, írok rá egy killt. De nem baj, azért mondtam egy jó ötletet. Zombi. Jó, és a végén ugye el kell pusztítani a tárgyat, hát ezt akár másolhatom is. Kész.
És nem működik, ugyanis van még egy fontos game rule, aminek bekapcsolva kell lennie. Ez pedig a az elnyomtam. Do tile drops az. Ez be kell kapcsolni. Igen, tulajdonképpen ez a hátrány a szerkezet, hogy ebben az esetben nem működik, hogyha ez ki van kapcsolva. De hát szerintem kalandpályán legyen bekapcsolva. A zombik azért tűntek el azonnal, mert békésre van állítva. Így. Meg elégnek, mert nincsen felettük semmi. Jaj. Jó, aztán nem zombikkal kéne. Viszont az jó lenne, nem szemetelnének ide. Ja. Mi a neve? Doom Obloot. Az. Azt meg kikapcsoljuk. Jó. És akkor nem zombi legyen, hanem lehet mondjuk bárány. Az nem ég el. Ha csak nem zombi bárány. Melyik volt az idézés? Ez. Jó. Tehát most így egyszerre hopp. Négy parancsa, legyártotta nem tudom hány bárányt. Egy parancsa, kinyírom őket. És akkor ezt ugye lehet nagyobbra is venni, tehát mondjuk én ideig szeretném. Kimásolom ezt a koordinátát. Tulajdonképpen kitörlésnél végig lehetett volna ez a terület, ugye? Csak itt lehet szórakozni vele. Így. Jaj. Igen, kicsit átakadt tőlem a sok entitás. Na most, ugye azért használom ezt az üstöt, mert hogy ne stackelődjem. És stackelődik az üst, de béna vagyok, de jó. Az nagyon vicces, de olyan gyorsan történik az egész, hogy nincs ideje. Tényleg stackelődik az üst? Most meg vagyok lepve, mi nem stackelődik? De nincs rá szükség. Eredetileg azért találtam ki üsttel, mert hogy gondoltam, az nem stackelődik, és de. Nem, miért gondoltam ezt? Na mindegy. Lényeg, hogy így is működik, tehát. Akkor ez se lényeg. Ezek szerint átírhatom bármire. Kőre. Mondjuk gyapjúra. Ha már bárány. Zú. Tökéletesen működik. Igen, nem rendezettek lesznek, mert ugye amerre repül a tárgy. Arra lesz a bárány. Na, szóval ennyi. Ezt így, ahogy van, fel is töltem. Négy parancsal le lehet idézni, hát akármennyit. Tehát most így jó nagy területet. Igen, arra vigyázzatok, hogy ugye minél több mob annál jobban fog addig akadni a játék. És a kézikönyv óvjon.